A Dombóvári Vállalkozói Fórumon Naszvadi Endre, a helyi vállalkozók egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik többek között a kata adózási formát érintő jogszabályi változásokról is felvilágosítást kaptak. Az idei évben nem kell keresnünk a témákat, mert maguktól adódnak szinte. A mai összejövetelünknek három témája is lett volna. Azért mondom, hogy volna, mert az egyikhez nem igazán találtunk előadót. Szerettünk volna az energiaárváltozásokkal kapcsolatban kicsit tisztább képet kapni, ugye akár a gázról, akár a villanyáramról beszélünk. Hát ide nagyon sok irányba indultunk el, hogy előadót találjunk, de jelen helyzetben még senki nem vállalta, tehát senki sem érezte, hogy olyan felkészültséggel, meg információs háttérrel bír, hogy ki álljon itt 50-60 vállalkozó elé, úgyhogy úgy látszik, hogy ezzel még várnunk kell, és akkor ez majd a következő alkalommal fog visszakerülni a palettára. A kata változása kapcsán még mindig sok kérdőjel van a vállalkozókban. Először is ezt szeretnénk tisztázni, és a kérdéseket megválaszolni, és hát azt innen is köszönöm a Tolnamegyei Kormányhivatalnak, hogy őket bármikor hívjuk, ők mindig rendelkezésre állnak. Több alkalom volt már, amikor az ő tudásukra volt szükség, és most is tőlük várjuk a tájékoztatót. A fórum alkalmával az idén július végén a Dombóvári Képviselőtestület által elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégiáról is hallhattak a megjelentek Pintér Szilárd polgármestertől. Ez az első olyan alkalom, amikor nyilvánosság előtt potentált vállalkozók és intézményvezetők is hírt hallhatnak róla, akik eddig még nem találkoztak vele, és annál sokkal fontosabb, hogy szemtőszemben indult egy párbeszéd, hiszen nagyon fontos. Erről a programról azt illik tudni, mindenféleképpen nincsenek kőbevésve dolgok. Ez nem is statikus program, ezt az élet mindig átírhatja, és ezt a képviselőtestületnek le kell követnie. Mint ahogy eddig is hirdető köznevelés, közoktatás nagyon fontos számunkra, hiszen a településnek akkor van jövője, hogyha a fiatalokat már nagyon kiskorúban elrontjuk, hiszen az identitás tudatokat kell erősíteni, és ragaszkodjanak Dombaváros és a térséghez. Ezen túlmenően néhány energetikai beruházás is felkerült a projektfüzére. Nyilván évek óta megoldatlan csapadékfizes dolgok is, sőt azt is mondhatnám, hogy a 6,5 milliárd forintból, amely rendelkezésünkre áll előreláthatóak, ebből másfél milliárd forintot szeretnénk csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására, építésére fordítani. Út tekintetében is azt hiszem, hogy nagyon nagy restenciáink vannak az elmúlt 20 évben. Erre nagyjából 1 milliárd forintot tudunk majd költeni. Előzetesen egy 700 millió forintos forrást tudtunk oda biztosítani, de miután mondtam, itt nincs kőbevésve semmi, úgy tűnik, hogy ez egy másik forrás allokáció által ezt az összeget meg tudjuk emelni 1 milliárd forintra. Nyilván amiről beszélek, ezek tervek, hiszen a megyei önkormányzathoz hétfőn küldtük el fenntartható városfejlesztési stratégiánkat bírálatra, és amennyiben enyhe változtatások, vagy néhány apró részletben eltérő véleményen vagyunk. Ezt mindenféleképpen ezteket a javításokat el fogjuk követni, hiszen október 5-ig pénzügyminisztériumba kell, hogy legyen ez az anyag, hiszen a végleges döntést az ott fog megszületni. A vállalkozói fórum alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány a továbbiakban is fontosnak tartja a magyar vállalkozások erősítését. Az energiaárak elszabadulása nehéz feladatok elé állítja a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. Látjuk azt, hogy a február 24-én kitört orosz-ukrán háborúnak milyen következményei, gazdasági, politikai következményei vannak Európában, így Magyarországon is. Gyakorlatilag az a békés fejlődés, ami jellemezte a közép-európai térséget, és benne egyfajta motorként Magyarországot is, az bizony jelentős nehézségek elé van állítva. Tavaly még arról tudtunk beszélni, hogy a GDP 7,1%-kal bővült. Most azt tudjuk mondani, hogy az a célunk, hogy az eredményeinket meg tudjuk őrizni, és a következő időszakban az uniós gazdasági fejlődést mi mindenképpen tudjuk előzni a következő évben és a következő években is. Tehát azt a motorszerepet, amit Közép-Európa, benne Magyarország is ellátott, azt szeretnénk tovább vinni. Nyilván látjuk azt, hogy az energiaáraknak az elszabadulása és az infláció kezelése az nagyon-nagyon nehéz
feladat elé állítja a kormányt, nyilván az önkormányzatokat is, illetve minden itt élő embert, aki családokat, akiket mindenféleképpen érint ez. Mi azt tudjuk erre mondani, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait amennyire lehetséges próbáljuk megtartani, és emellett pedig a vállalkozóknak olyan segítséget, magyar kis- és középvállalkozásoknak olyan segítséget próbálunk nyújtani, ami a nehéz helyzetet valamennyire mérsékli. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének fórumán sok új információval gazdagodtak az érdeklődők, többek között a város jövőjét illetően.